műsorunk tartalmából. Győzelemmel hangolt a bajnokságra a TASZ férfi kézilabda csapata. Erasmus Tábor az edzőtáborban. Tornyi Varna másfabdarúgó edzővel beszélgettünk. Készül a rajtra a TASZ férfi ifjúsági kézilabda csapata. Nagyon sokszor halljuk, mennyire fontos az egész éven át tartó tanulás. Több olyan program is fut az Európa Unióban, így hazánkban is, amely ezt segíti elő. Sokat hallhatunk az Erasmus programról, amely a felsőoktatás fejlesztését, az Európán belüli nemzetközi mobilitást támogatja. Biztosítja a hallgatók, felsőoktatás és középiskola európai mobilitását, tapasztalatszerzését vagy szakmai gyakorlatát egy másik országban. Tata volt a helyszíne egy Erasmus tábornak, amelyet a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége rendezett. Az edzőtáborban közel 40 fiatal egy héten át ismerkedett egymással, és vett részt a főleg sportprogramokon. Az Erasmus programnak egy partner kereső csoport találkozója, az Európa 14 államából jöttek el fiatalok erre a meghívásra, és próbálunk kapcsolatot építeni velük. Ez egy folyamatos tevékenység Európában, nem csak mi kezdeményezzük ezt, hanem valamikor, amikor a kollégáink mennek például Angliába vagy Portugáliába, szintén ilyen partnerépítő csapatréningekre. Ugye ezt a Magyar Fogyatékos Szervezet szervezi, ez kimondottan erre a területre vonatkozik, vagy más? Igenis, és más is. Hát tulajdonképpen ez a csapatmunka itt azt a címet kapta, hogy sporttal az inkluzív szemlélet erősítéséért. És ebben benne van a fogyatékosság, tehát az elfogadás, a közös élet a fogyatékossággal érintett emberek, fiatalok, felnőttek körében, és itt olyan kollégák vannak Európából, akik valamilyen munkájuk valamelyik szegmense kapcsolódik a fogyatékos embereknek, vagy a hátrányos helyzeti csoportokhoz. Szociális területről, iskolán keresztül, sporton keresztül, és mi a sportot, mind a mi egyik fő profilunk választottuk arra, azt, hogy ezen keresztül ismertessük meg őket mind a hazánk dolgaival, valamint mi is kapjunk új információkat, esetleg pilot programokat, amihez tudunk kapcsolni, és szélesíteni tudjuk azt a palettát, amit mi ki szeretnénk nyitni a hazai fogyatékos társadalom számára. Milyen programok vannak? Most is több felé van a csoport. Igen, itt mint majd körbe látni fogják, egyszer egymás megismerése, ami nagyon fontos, az a szemlélet, ami Angliában van, vagy Szlovákiában, vagy Romániában, vagy éppen Portugáliában, mind egyik kis csapat, kis személy más oldalról közvetít meg ugyanazt, amivel mi is szeretnénk foglalkozni, vagy amivel mi is foglalkozunk, és rengeteg új információ egyrészt. A sport pedig eszköz, mi most bemutatunk olyan dolgokat, amikkel ők még esetleg nem foglalkoztak, illetve az előzetes információink szerint nem. Virám hangulatban teltek a foglalkozások, a résztvevők láthatóan élvezték a programokat. Az utolsó előtti napon voltunk ott, így már mindenki jól ismerte a másikat. Több országból érkeztek, a riporttal anyunktól is azt kérdezem, hogy honnan érkezett és hogy került ide? So I came from Oxford. It's quite a famous city in England. Angliából érkezett, Nagy-Britanniából, Erasmus Plus program keretén belül jött ide, és fogyatékkal élő emberekkel foglalkoznak Angliában. Marketinggel foglalkozik, igen, egy jótékonysági szervezetnél, ami fogyatékkal élőkkel foglalkozik, és ezért jött ide tanulni a projekt keretein belül. És hogy érzi magát a táborban? Ő nagyon jól érzi magát, nagyon szép városnak találja a Tatát, és ő úgy gondolja, hogy mindenünk megvan a projekthez, amire szükségünk lehet. Szóval nagyon élvezetesnek találja, úgy gondolja, hogy nagyon barátságosak, kedvesek, nyitottak itt az emberek. Nagyon könnyű a tanulás, mivel informálisan tanulunk, tehát játékosan próbáljuk bővíteni a tudásunkat, és egyre nyitottabb elméjűvé tenni magunkat, úgyhogy nagyon élvezi itt.
Bár régóta nem Magyarországon edzősködik, de biztos sokan emlékeznek Tornyi Barnabásra, aki a megyében Oroszlányban és Tatabányán is dolgozott edzőként. Nem volt könnyű ember, erről talán azok a klubvezetők tudnának mesélni, akik szerződést kötöttek vele. Magyarországon a legtöbbször, 68-szor a Diósgyőr kispadján ült, de 46 alkalommal irányította a Tatabányát is. 8 NB1-es együttesnél összesen 188 alkalommal ült a padon. Jelenleg Amerikában, Floridában dolgozik, Orlandóban az által alapított akadémiát vezeti, mellette korosztályos válogatottaknál edzősködik. Az elmúlt heteket itthon töltötte, játékos hozott Magyarországra. Régi ismertségünket kihasználva, a nyíregyházi tanárképzőre jártunk, sikerült mikrofon előtt is beszélgetnünk. Az Oroszlány országgyűlés öregfiúk meccsen pedig egy volt játékosával beszélgettünk, aki azon az ominózus NB1-es osztályozón is szerepelt. Tatabányai szurkolók most meglátják a riportot, biztos, hogy emlékeznek Tornyi Barnabásra. Mikor voltál, és hogy emlékszel vissza arra a tatabányi időszakra? Nem udvariasságból mondom, hogy szép időszakot töltöttem Tatabányán. Két alkalommal is voltam itt edző. Ugye először, amikor Komárom-Esztergom megyébe jöttem, akkor Oroszlányba lettem vezetőedző, ott lehúztam két szezont. Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyon sikeres két szezon volt. Nem ahhoz képest mondom, hogy most szalmabálákat látok a pályán, fölgöngyölítve is voltam, ott nosztalgiával természetesen. És akkor azt követően kértek föl, hogy legyek a Tatabánya vezetőedzője. Akkor életem első NB1-es csapata volt, és a bányász is első osztályú volt, és igen kellemes volt az első év. Aztán a második évben hét forduló után kirúgtak, mint macskát 9-kor. És bocsánat, hát az is lényeges, ugye, hogy 2007-ben tavasszal fölkértek egy tök utolsó helyen lévő tatabányai csapatnál, hogy próbáljam meg a lehetetlen. Sikerült, nem volt lehetetlen. Nagyon klassz játékos állományt örököltem, és nagyon nagy összhangban dolgoztuk, és úgy behoztuk a talán 9 pont hátrányt, azt hiszem, vagy 7 pont hátrányt, hogy már az utolsó forduló idézőjelben mondom, nem kellett. Tehát egy biztos bennmaradást produkáltunk, és akkor azt követően ugye én eltávoztam az országból, meg kimentem Katarba, ahol 6 év sikerült, és azóta meg az államokban élek, Floridában, Orlandóban, már 7. éve. Annak idején te azért talán a Kislacival együtt ilyen nem tudom, renegátnak, hogy minek számítottál a labdarúgásban Magyarországon. Hogy emlékszel vissza ezekre az időkre? Nekem nagyon egyszerű a képletem, tehát face to face és mindig az igazat. Tehát engem nem érdekelt senkinek a beosztás, engem nem érdekelt senki, hogy milyen hatalommal rendelkezik, vagy mit írnak az újságok, vagy mit fújnak föl, vagy mit titkolnak el. Abszolút én magamnak élem az életemet, én szerintem erkölcsösen, és én úgy gondolom, hogy amit én képviseltem, az abból adódott, hogy hittem magamba. A másik része az, és ezt nagyon jól tudod, hiszen kollégák vagyunk, meg együtt jártunk a tanárképzőbe, hogy megpróbálom átvinni, átültetni. Hát ennek a sikernek az alfája, omegája az, hogy hitet adjunk embereknek. Mert magában a tudás, a labdarúgó játék tudása egy játékosnak az nagyon-nagyon haloványan kevés. Tehát a többit azt úgy érzem, hogy nagy részben mi adjuk hozzá. Részben azért, mert megteremtetjük a feltételeket ahhoz, hogy sikeres legyen valaki a sportban, másrészt pedig azért, mert összerakunk egy öltözőt. Tehát ha belépsz és hiteled van, akkor sokkal könnyebb dolgod van. Lehet, hogy azért állja meg a helyét egy-egy ilyen típusú edző külföldön is? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, mindenhol más feladatom van. Tehát amikor Kuwaitban dolgoztam, vagy Katarban dolgoztam éppen az előbb említett 6 évet, akkor éppen az volt az egyedi benne, hogy újat tudtam hozni. Újat tudtam hozni stílusban, újat tudtam hozni közösségformálásban, a hirtelenségemmel is újat tudtam hozni, mert nem foglalkoztam senkivel, és abban a közegben például az volt a furcsa, hogy ugye
azon túl, hogy Alla segít mindenkit természetesen, azon túl, hogy sejk vagy nem sejk, vagy éppen mindenható vezető vagy nem, nekem van egy elképzelésem arról, hogy mi a sikerhez vezető út, és azt átplántálom, ha kell, akkor törökzúzva átmegyek ezeken. Amerikában is teljesen más jellegű feladatom van, mert mondok egy példát, hogy Magyarországon nekem nagyon sokszor az volt a feladatom, hogy motiváljam a játékost. Hát ott Amerikában nincs erről szó. Amerikában én, és utána sem te jössz, hanem én. Tehát egy olyan önbizalma van, vagy olyan egója van a játékosoknak. Magyarországon azt hiszik nagyon sokan, hogy az ego az egy negatív tulajdonság. Hát dehogy is, hát mondjál példát arra, hogy mikor nem számít az ego. Hát mindig az, hogy én akarom magamnak a legtöbbet, majd pedig a szeretteimnek, stb. Amerikában vissza kell fogni a játékos. Magyarországon meg fontos meccs következik, és ha motivál az, ugyan már kérem, hát ezen túl kell lépni. Ennyi külföldi év és ennyi Amerika után el tudnád képzelni még itthon, akár edzőként is az életedet? Hát nekem ez a hazám, tehát én most 3 éve nem voltam itthon, ugye a Covid ebbe bőven szerepet játszott, és hát én most felpesdültem újra, és persze, hogy járom a pályákat, hiszen Amerikában is rajta tartottam a magyar foci pulzusán a kezem. Az, hogy én padozzak, az már nem biztos. Az már nem biztos, tehát én úgy érzem, hogy annál többet tudnék nyújtani, tehát megcsinálni egy koncepciót, kivitelezni egy valahova tartunk című akármit, vagy pedig fölépíteni egy rendszert, vagy abban úgy helyre tenni az edzőket, szóval valami ilyesmit el tudnék képzelni, hogy koordinálni, vagy szakmai igazgatni, vagy valami ilyesmi. Múlt héten Tornyi Barnabással csinált egy interjút, és akkor felemlegette azt a bizonyos ominózus osztályozót az Oroszlány és a Szombathely között, és ahogy tudom én, ön akkor ott volt a pályán. Mennyire lehet visszaemlékezni? Hú, mikor volt? Nagyon régen volt, azért ez fiatalkorunkban, de hagyd mondjam el, hogy az egy nagyon jó csapat volt természetesen. Akkor nagyon összeálltunk, összeállt a csapat, összeállt a város vezetése is, és szeretük volna, hogyha NB1-esek lehettünk volna. Sajnos ez nem jött össze, mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Sajnos az utolsó 3 perc még ott tovább utok voltunk, aztán egy szabadrugás gól megpecsételte az életünket. Tulajdonképpen emiatt vesztettünk, és nem jutottunk föl NB1-es, tehát NB1-be játszani, hiszen akkor egy Fradi, egy Honvéd, és hát a nagy csapatok ide jöttek volna játszani. Az elmúlt idényben az első osztályban szerepelt a TAC férfi ifjúsági kézilabda csapata. A nyugati csoport 14-es mezőnyében a 11. helyen állt, amikor február 27-én a járvány miatt félbeszakadt a bajnokság. Nehéz volt a kezdés, de az addig lejátszott 16 meccsből 3-szor sikerült nyerni, és többször is kicsi múlt, hogy nem szerzett több pontot az együttes. A csonka szezon után edzések és pihenő következtek, aztán nekivágtak az új bajnokságra való felkészülésnek. Egy kicsit az előző idénről is beszélgettünk Márton Ádám edzővel. Úgy látom, hogy van változás, de talán még nagyobb is, mint kellett volna? Hogy nagyobb vagy nem nagyobb, azt nem tudom. Az ifi csapatból 8 játékos ment el, ilyen-olyan okokból kifolyólag. Mentek tovább tanulni egyetemre, főiskolára, illetve van 2-3 játékos, aki kiöregedett, és hát van olyan játékosunk is, aki máshol folytatja. Új csapatot is kell építenem, teljesen megváltozik a szerkezete is a társaságnak. Szélen maradtak játékosok, beállóban maradtak játékosok, tehát a belső posztokon teljesen fel kell építeni az egészet újra. Ez nem csak a támadójáték, a védekezésben is egy nehéz feladat. Akkor most ez a felkészülés, ez most ilyen szinten akkor komolyabb, mint volt, hiszen gyakorlatilag most mindenkinek újra kell tanulni mindent. Nem egyszerű, mert azért kell labdázni is, meg kellett azért fizikális dolgokat is magunkra szedni ahhoz, hogy bírjuk majd a bajnokságba. Meglátjuk, hogy mi lesz. Remélem, hogy közel hasonló célokat ki tudunk tűzni. Én azt gondolom, hogy ha bent tudunk maradni, az egy nagy szó lehet. Mióta dolgoztok, el tudtátok-e végezni azt, hogy most gyakorlatilag egy hét van a bajnokságig, amit terveztél? Igen, augusztus elején elkezdtük a felkészülést, rögtön az elején. Igazából benne vagyunk, most már jövünk ki az alapozó, a erősebb edzésekből, és most már a labda, illetve a technikákat próbáljuk csiszolgatni.
ez a fázis, holnap pont egy edzőmeccsre megyünk, hát az utolsó simítások vannak hátra. A mezőny ugyanaz, aki volt? Igen, tulajdonképpen ugyanaz, tehát egy-egy csapat változott, de sajnos tavaly sem tudtuk végigjátszani a bajnokságot, úgyhogy idén tavaly se hirdettek feljutó csapatot, vagy feljutó győztes csapatot, akarom így mondani, illetve kieső csapatot, úgyhogy tulajdonképpen a bajnokság összetétele nem változott. Igen, ennek a bajnokságnak most az is a, hogy mondjam, rossz oldala, hogy gyakorlatilag fél éve nem játszott a csapat. Pontosan, hát március eleje óta nem játszottunk tétmeccset, úgyhogy hát nyilván egymás között meg amit engedett a szabály, azt megcsináltuk és játszottunk, de nehéz így olyan meccseket játszani, ami tétre megy, és igazi terhelést tud adni játékosoknak, úgyhogy hát kíváncsian várom csütörtökön az első bajnokit. Kivel kezdtek és hol? Várpalotával kezdünk, és ha jól tudom, itthon. Továbbiakban. Győzelemmel hangolt a bajnokságra a TAC férfi kézilabda csapata. Lassan hangolódunk a bajnoki idényre, és hát így tesz a két most pályára vonuló csapat is. Szürkében a hazai TAC, a zöldek pedig az Eto Uni Győr csapata. Gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy már halálra unja egymást a két gárda, hiszen túl azon, hogy a bajnokságban ugye két-két meccset játszanak minden bajnokságban, azért bajnokság előtt is legalább kétszer találkoznak, így volt ez most is. Ez most a mondjuk így az ottani meccsnek a visszavágója. És hát egy hét múlva kezdődik az NB1B bajnokság, úgyhogy most már mind a két csapata hajrában van a felkészülésben, sorozatban játsza mindenki az edzőmeccsét. Hát az is ugye a hazai meccseikből közvetítettük a Farkasokat, illetve a Vecsés elleni meccset, és ez most a harmadik, egyben az utolsó felkészülési találkozó. Most kicsit többen vannak a nézőtéren is, mint legutóbbi mérkőzésen. Ők is hangolódnak. A TAC Pécsen kezdi majd a bajnokságot, de hát ez csak egy érdekesség, így kulissza titok, hogy mai napig nincs fenn a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján a bajnokság menetrendje sorsolása. Így ezt is csak Sibani Jakabtól tudom, hogy idegenben kezdenek jövő héten, így aztán most azt se tudom megmondani, hogy mikor játsszák majd itthon az első meccset, de hát emberi számítás szerint két hét múlva. És akkor most a TAC kezdi a meccset, Blázsovics van a kapuban, aztán Iváncsik Tamás, Györfi, középen Schneider, Vas bal kettőbe, Sárosi bal szélen, és beállóban hetessel az új fiú Molnár Marcell, ez tehát a hazaiak kezdő hetese. A vendégeknél is sok változás volt. Ott Takács a kapuban. Tas első és egy remek egyenes. A bal kapufa mellé. Megvan tehát a hazai vezetés. Vendégeknél tehát 23-assal Sövegjártó, aztán Sokorai középen, bal kettőben Győri Dani, a bal szélen Pár, és egy védés Blázsovistól, a jobb szélen pedig még adós vagyok Nagy nevével, valamint a beállós Barnyák van még pályán. Most Pár ment be. Kicsit rálökte Molnár a támadót, ezért jár is most a sárga lap. Továbbra is a vendégeknél a labda.
sokorai seveggyártó. Seveggyártó, sokorai Györfi nagyon jól védekezett, és itt a vége egy hosszú átadás. Nagyon jól védekeztünk, jól zártunk. Tas helyet is cserél Schneiderre, hiszen ez a jó felállás középen van Schneider Miki. Györfi és Tas a két átlövő. Egyelőre most nincs még támadás. Van csere. Tas, Györfi, Schneider, de akart menni, de nem sikerült. Ez egy rövid alsó lett volna, de Takács jól érezte. És megvan a vendégek első gólja is. Szerzője a seveggyártó. 3 perc után 1-1. Nagy lendülettel játszott mindkét csapat, a védekezésre kevés gondot fordítottak. Így a 6. percig már 6 gól született egyenlő elosztásban. Aztán a vendégek vették át a vezetést pár szérlődött góljával. Blázsovics védte pár zicserét, majd Györfi derékmagasságból előtt labdája került a győri kapuba. A 16. percben egy labdaszerzést követően Iváncsik Tamás indult gyorsan, és 6-6-nál ismét egyenlő lett. Innen következett egy 9 perces győri gólcsend, miközben a TAC 6-szor is betalált a kapujukba. Beállóból, 2-szer gyors indulásból szélről születtek a találatok. Jól működött a védekezés, Blázsovics is jól védett. A 26. percig kellett várni az újabb győri gólra. Az utolsó 3 perc rohanás volt, 5 gól is született, közben több hiba is becsúszott mindkét oldalon. A TAC-ból Tas 5-szer is betalált, Iváncsik Tamás 4 gólnál tartott a félidőben, 14-11-es hazai vezetésnél. A második 30 perc Tatai góllal indult, míg Pulai zicser védéssel mutatkozott be a hazai kapuban. Megfontoltan játszott a TAC, és ez megmutatkozott az eredményben is. 16-12 után 19-12 lett. Kis szerzett egy lerolnás végén gólt, majd a 7-6 ellen játszó Győr ellen Pulai kapus is betalált. A félidő közepén belement a TAC egy nagy rohanásba, ami nem jött be, és 22-13 után 22-16 lett. Zöldi egy remek induló csellel tört be a 6-osra, és szerzett gólt. Sárosi dicsérte egy jó passz, ami után Molnár talált be. Itt alaposan elaludtak a védők. Megpróbált nagyon nagy iramot diktálni a Győr, hát ez az ő játéka. Ez ment is, amíg bírták, de úgy gondolom, hogy a másik félidő közepén egy kicsit elfáradtak. És akkor alkullatott ki ez a 21-13, 22-13, ez a 8-9 gólos különbség. Aztán jöttek a mi könnyelműsködéseink, és így csökkent ez az előny egészen 5-ig, ugye a legutóbb 27-22 volt. Aztán gyorsan hozzátettünk 2-t, és így most egy nagyon tisztességes 7 gólos vezetéssel állunk. 1 perc 18 másodperccel a vége előtt. Tehát, ahogy már említettem az elején, ugye jövő hét végén kezdődik a bajnokság, Pécset játszunk, és hogy mennyire figyelnek egymásra a csapatok, úgy gondolom, hogy a Győr első ellenfele a Balatonfőred lesz, hiszen itt van a Balatonfőred kéme, aki videóra veszi az egész találkozót, nyilván elemezni fogják a következő héten. Ez is már NB1-B-be is hozzátartozik a jó készülés. Ez ismét egy Pulai védés. Akkor, amikor lassan belépünk az utolsó percben. Kreisz, Györfi, Tas, Sárosi, Kis és beállóban Molnár. Közben Molnár lemegy. Kis pedig belövi 5. gólját, inkább beejti, ami egyben a 30. hazai találat, és jelenti 0,5 perccel a vége előtt. Így tehát az már biztos, hogy győzelemmel hangol a TAC a bajnokságra.
És még egy gól, Pulai második gólja a második félidőbe. Az egy dolog, hogy ilyenkor szemfüles a kapus, de nagyon jó érzékkel kell el is lőni a labdát. Ez volt a mérkőzés utolsó találata, Ásványi nevéhez fűződik. Tatsz Etóni Győr, 31-23. Ilyen játékkal eredménye már a bajnokságban is elégedetlenül? Nyilván igen, mondhatom azt, de természetesen azért az egymás kávéház lesz, de a tegnap előtti edzőmérkőzésünkhöz képest nem az eredmény szempontjából feltétlenül, hanem így a mutatott játék, meg a koncentráció terén az, ami előre tudtunk lépni, ami mindenképpen bizakodásra ad okot. Van még egy hetünk, igyekszünk most már abba a célirányosan és specifikusan az ellenfélre, a Pécsre felkészülni majd, de úgy gondolom, hogy ez a Győr is egy nagyon jó csapat, egy erős ellenfél, közvetlen rivális lesz a bajnokságban, tehát mindenképpen nagyon jól szolgálta a felkészülést ez az utolsó mérkőzés. Volt egy nagyon jó 9 percünk az első félidőben, amikor egy 6-0 sorozattal gyakorlatilag megalapoztuk ezt az eredményt. Igen, előtte egy picit úgy akadozott a dolog, de hát ez ilyen, tehát nem nincs olyan, hogy mindjárt az elejétől kezdve el tudunk menni. Ott volt türelmünk, tehát azt gondolom, hogy az, amit mindig is szeretnénk, hogy szépen fokozatosan lépésről lépésre építsünk fel egy mérkőzést támadásba és védekezésbe. Ott tudtunk könnyű gólokat is lőni, abban a periódusban jól védekeztünk, jó kapus teljesítménnyel. Az mindenképpen egy jó periódus volt, és alapot adott arra, hogy ott már nyugodtabban tudtuk játszani. Volt, amikor azért egy kicsit visszahoztuk az ellenfelet, de nem követtük el azokat a hibákat, hogy nagyon magunkra hoztuk újra őket. És hát mondjuk úgy, hogy a mániára védekezés, azért 23 gólon tartani ezt a Győrt, és főleg úgy, hogy 11-et az első fél évben, az jónak mondható. Igen, úgy gondolom, hogy jónak. Próbálunk még rajta azért faragni lefelé, tehát ismersz, tehát sose vagyok vele elégedett, de azt gondolom, hogy a tendencia az mindenképpen jó. Azt gondolom összességében is, így hogyha egy picit összegzést kell vonnom az edzőmérkőzésekből, akkor azt mondhatom, hogy úgy jól alakult ahhoz képest, hogy egy fontos védőnk, így a Gajdos Dani kiesett, tehát középen kevesebben vagyunk, de azért próbáltunk nyitottabb védekezéssel is, 5-1-es védekezéssel is kísérletezni, illetve gyakorolni, de kezdjük úgy azt csinálni, amit szeretnénk, reméljük, hogy ez fog így ugyanígy működni a jövőben is. Az is csapatkapitányi feladat, hogy javában magadra vállalod a góllövést? Hát reméljük idén lesz szerepem ilyenben is, hogy többet és többet játszok támadásban is, és többet tudok vállalni. Ezáltal reméljük még eredményesebb lehet a csapat és én is. Hát egy nagyon kemény futós meccs volt egy utolsó edzőmérkőzésnek. Így van. Szerintem ez egy tökéletes főpróba volt a bajnokság előtt. Az eredmény megmutatta, hogy most jobbak voltunk, mint az előző alkalommal a Győrnél. Reméljük a jövő heti Pécs meccsen is ugyanígy tudunk játszani, ahogy a mai nap. Ez egy dolog, hogy 30 fölött dobtatok igazából, az a mérvadó talán, Jaksi mindig ezt hangoz, hogy a védekezés, a 22 kapott gól az jó. Így van, Jaksi mindig azt mondja, hogy 25 gól fölött nem tudunk már nyerni, hogyha annyit kapunk. 25 alatt tartjuk, akkor lehet esélyünk, és azzal tudunk mérkőzéseket nyerni. Be is jött. Gyakorlatilag minden meccsen látszott, hogy közelebb van a bajnokság, és egyre jobb formában vagytok. Tényleg így érzitek? Így bizony. Hát van egy pár sérülésünk, kisebb-nagyobb sérülés, mint mindenkinél. Kemény volt a felkészülés, de összeáll ez a csapat. Jött új 4 játékos, be kellett építeni őket a csapatba, de úgy érzem, hogy sikerült, és jövő héten teljes erővel tudunk neki jönni a Pécsre. Előzetes következő műsorunkból. Világversenyen jártak a kerékpárlabdások. A grászakemberek sportoltak az edzőtáborban.